megyei labdarúgó bajnokság 22. fordulójában 6 másik meccs mellett Kutet TFC mérkőzést rendeztek. A 90 perc alatt végig a TFC fölénye érvényesült, a hazaiak, ahogy tudták, lassították a játékot, 9-10 mezőnyjátékossal védekeztek. Kinyík György csapata rendületlenül próbálkozott távoli lövésekkel, pontrugás utáni közeli fejessel, sőt két alkalommal sikerült is bevenni a hazai kaput, ám mivel lesállás előzte meg őket, így a játékvezető nem adta meg a gólokat. Kétségtelenül a legnagyobb helyzet a félidő hajrájában adódott. Egy Koncz Tamás elleni büntetőterületen belüli szabálytalanság miatt 11-est ítélt a játékvezető. A büntetőt Kardos Norbert végezte el, félmagas lövését azonban hárította a hazaiak kapusa, 0-0 a félidő. A második játékrész is hasonló képet mutatott, mint az első, egészen a 60. percig. Ekkor Héder Róbert labdája Ladányi Dánielt találta meg. Ladányi egy cselután a kapu elé érkező Kis Csabához továbbította, aki a hálóba passzolt, 0-1. A 66. percben a csereként beálló Szombati Balázs növelhette volna az előnyt, de pontatlan volt. A 75. percben Ladányi lövését a hazai kapus állította meg. Két perccel később Kis Csaba fejelhetett 6 méterről, de a labda nem jutott túl a gólvonalon. Az utolsó negyed órában már a Kun Szent Mártonnak is sürgős lett, de nem tudtak gólt szerezni. Így a végeredmény egy gólos miklósi győzelem. Sokkal könnyebb, meg sokkal jobb mérkőzést láttunk, mint egy hete otthon. Én is azt gondolom, hogy jobb mérkőzést is játszottunk. Jobban is játszottunk, mint a múlt héten, függetlenül attól, hogy ugye most 1-0-ra nyertünk, nem 3-1-re. De én most elég érettebb voltam a srácokkal, hiszen én azt láttam, hogy ő igazából teszi mindenki a dolgát, és jó szellemben, megfelelő akarással játszottunk. Volt, azt nem mondom, hogy megszámlálhatatlan, de több kapura lövésünk, helyzetünk is, sajnos a gól az elmaradt ma. Igen, tehát végig ott folyt a játék az ellenfél, 16-os a környékén, igen, azért jöttek a beadások, voltak kapura lövések, de látszott, hogy azért támadóink mint hiányoztak a mai mérkőzésen. Ugye többször említettem már, hogy sokan hiányzunk, hát ez hétről hétre inkább fokozódik, mint hogy javulna a helyzet. Talán ez az, ami miatt egy kicsit úgy nehezebb lett a mérkőzés. A védekezésről még nem beszéltél, nem volt most annyi dolguk, mint korábban volt. Hát nem volt, én is azt gondolom, de azért veszélyes volt, hiszen volt előre vágott labda, amikre azért kellett futni, volt is az ellenfélnek azt hiszem, hogy egy zicsere is, de összességében tényleg ott folyt a játék, és csak azon múlt, hogy mikor tudunk gólt szerezni, és én azt gondolom, hogy megérdemelten győztünk. Ugye közeledik a Tiszaföldvár elleni rangadó, milyen biztatót tudsz még mondani ezzel kapcsolatban? Hát ma 5 játékos nem állt rendelkezésemre, és bocsánat, 6, mert Csikóstól is, de jövő héten mind az 5, vagyis hogy a 6-ból 5 visszatér, csak a Lali, véletlenül ő nem fog tudni játszani. Ez biztató, hogy visszatérnek. A kérdés az, hogy ugye milyen állapotban lesznek, hiszen van, aki nem játszott régóta, van, aki csak 1-2 hetet hagyott ki, de én mindenféleképpen azt gondolom, hogy bizakodom a Földvári mérkőzés előtt is, győzni megyünk Földvárra is mindenféleképpen. A Tiszaföldvár döntetlenje miatt nőtt a TFC előnye a tabellán, jelenleg 12 ponttal vezet az egy meccsel kevesebbet játszó földváriak előtt.